Nem meglepett, hogy a Superkupa előtt mondták ezt, vagy jelentették be. Vasárnap jelentette be a Magyar Kézilabda Szövetség, hogy Mocsai Lajos távozik a férfi válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, a jövőben szakmai igazgatóként segíti a férfi és női felnőtt válogatott munkáját. Mocsai Lajos, a Magyar Férfi Kézilabda Válogatott Szövetség kapitánya az elmúlt napokban jelezte a Kézilabda Szövetség elnökségének, hogy az utóbbi hetekben, hónapokban megsokasodott teendői miatt úgy érzi, a továbbiakban nem tudná ellátni a kellő időráfordítása és megfelelő professzionalizmusával a férfi válogatott szakvezetői teendőit. Én azt gondolom, hogy a kiváló szakember, aki a Nemzeti Kézilabda főigazgatója ezen teendői mellett pályázik az ismét önállóvá váló testnevelési egyetemnek a lektori pozíciójára, és a jövőben elsősorban az oktatásszervező és kutatási tudományos tevékenységre kíván koncentrálni. Mocsai Lajos másodízben 2010 óta vezette a férfi válogatottat, ez alatt 2012-ben olimpiai negyedik helyen zárt az együttessel, valamint kétszer is a legjobb nyolcban volt a világbajnokságon. Júniusban azonban nem sikerült kiharcolni a válogatottnak a jövő évi világbajnoki szereplését. Mocsai ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy távozása nincs ezzel kapcsolatban, és nem lemond, hanem visszaadja a pozícióját. Én mindig szerettem azokat a feladatokat, hogyha valaki hibázik, utána addig maradjon a posztján, amíg azt jóvá nem teszi. Hát semmiféle ilyen elfordulástól a magam részéről nincs szó. Ezt, ahogy jeleztem, az én 60 évemet betöltöttem március 10-én. Egy olyan feladatot kapok, hogy az életem megadja, hogyha sikerül, hogy a saját alma máteremet, ahol 1978 óta tanítok, vezető tanára vagyok, és a vezető tanárnak a pozíciója annyit jelent, hogy mind egyetemi docensként, mintha pályázom egyetemi tanárként is, jogosultja vagyok annak, hogy az egyetem vezetője lehessek. Ebből adódóan élni szeretnék a sorsatta jelenlegű kihívásnak. A válogatott gerincét adó szegedi és veszprémi játékosok a Superkupa meccs előtt tudták meg Mocsai Lajos döntését. Amikor néztük a női meccset, akkor összefutottam vele, és akkor mondta igazából nekem is a hírt, akkor ugye még ezt nem tudtam. Hát nagyon sajnálom igazából ezt az egészet, olyan hirtelen jött az egész. Nyilván hát igazából megy minden tovább, nyilván neki is van elég sok munkája, aztán várjuk majd a válogatottban és a további teendőket. Nagyon sokat tett a kézilabdáért, nem is tudom hány évig volt férfi és női szövetség kapitány, most a 80-as évektől nézzük, szerintem biztos van egy 10-13 év. Úgy gondolom, hogy innentől ő a háttérbe kívánt vonulni és háttérmunkát végezni, ezt tiszteletbe kell tartani, sok sikert és szerencsét kell ez is kívánni, és úgy gondolom, hogy nagyon a felelősség lesz rajta. Meglepett, hogy a Superkupa előtt mondták ezt, vagy jelentették be, azonban a szövetségnek kell eldönteni, hogy ki lesz az új szövetség kapitány, egy biztos, hogy akik játékosok ott leszünk, vagy ott lehetünk a válogatottnál, az az edző, akit, illetve új szövetség kapitány kijelölnek, tudásunknak megfelelően kézlabdázunk és eredményesek legyünk. Nagyjából 1-1,5 hónapja lesz az új kapitánynak ahhoz, hogy megismerjen benneteket, elég lesz? Majd az eredmények megmutatják. A férfi kézilabda válogatott legközelebb október végén Ukrajna és Portugália ellen játszik Európa-bajnoki selejtezőt, az új kapitány ott mutatkozhat be, személyéről azonban egyelőre semmit nem tudni, csupán annyit árult el Vetési Iván a szövetség elnöke, hogy főállású kapitányt neveznek majd ki a válogatott élére.